Csíkúton vagyunk, egész pontosan Padrakúton, de most mondjuk azt, hogy Csíkúton a helyszellemének megfelelően az új közösségi ház és közösségi tér átadása előtt beszélgetünk. Hogyan indult az egész dolog, hogy ilyen szép környezetbe került a Csíkúti baráti kör végül, és mi adta az alapgondolatot? Igen, hát elég régre nyúlik vissza a történet. 2007-ben alakult a Csíkúti baráti kör, és valóban egy baráti társaságból egy beszélgetés során felmerült, hogy nincsen olyan rendezvény, ahol az elszármazottak és a lakosok összejöhetnének, beszélgethetnének, és akkor elhatároztuk, hogy egy Csíkúti Rendezvú nevű nagyszabású találkozót rendezünk, és ez nagyon jól sikerült. Ez volt 2007-ben? Igen, és 200-an jöttek el rá, hát szinte hát mi is csodálkoztunk rajta, és ennek apropóján nagyon fellelkesült a társaság, és utána több rendezvényt szerveztünk. Az adventi hangversenyeket az evangélikus templomba, mindenféle ilyen közösségi összejöveteleket, a Biblia kiállítástól kezdve a szakácskönyv kiállításon keresztül több mindent, emléktáblákat állítottunk. Ezt mind a templomban? Nem, a templomban az adventi hangverseny volt. Csak az adventi. És a akkor a többi rendezvények, hát ugye az emléktáblákat a helyszínen avattuk, a rendezvényeket meg hát vagy igénybe vettük a kultúrházat, de ezt ugye nem szívesen, mert Ajka Padrakúton belül Csíkútnak padrag. Igen, ilyen alvég-felvég. Igen. Ellentét van. Igen. Ősi magyar szokás. Ősi magyar, azt szokták mondani itt, hogy mi vagyunk a csíkútiak, a padragiak meg a falusiak. Ez a mondás járja. És hát a Molnár Gábor emléktábla, ahol kicsit puskázok, már az évszámokban nem vagyok jó, 1935-től 39-ig lakott ebbe az épületbe a Molnár Gábor, és ennek apropójából egy emléktáblát állítottunk neki, de a ravatalozó falánál van emléktábla az 1909-es bányabalesetben elhunytak Csíkúti áldozatainak. Utána ugye felmerült, hogy legyen az egyéb bányabalesetesek Csíkúton eltemetett bányabalesetben elhunytaknak. Ott az is sikerrel járt, azt is állítottunk, akkor kópjafálca, rengeteg mindent csináltunk. Mind a Csíkúti baráti kör nevéhez fűződik. És ez mind, igen, mind adományból, a lakosság önkéntes hozzájárulásából, mivel nem vagyunk bejegyzett egyesület, tehát nincsen semmiféle támogatás, pályázati pénz. Azt hiszem, hogy jog szerint asztaltársaságnak számít, tehát ami nem egyesült, az asztaltársaság. Igen. Jól hangzik egyébként, igen, de ez nem kell tagdíjat szedni, és nincsen olyan kötöttség, elszámolás, könyvelés, mivel bevételük sincs, nem is tudom, hogy mit könyvelni, vagy csak alkalomszerűen. Ja, alkalomszerűen. Na és akkor elérkezett 2014, és akkor bekapcsolódtunk az Ajka 800 éves Ajka programsorozatba, amin ugye a legnagyobb attrakció az az volt, hogy egy műsorral kellett bemutatkozni, és egy nagyon jól sikerült színi előadást hoztunk létre, ahol elnyertük a harmadik helyet. Hát ez óriási megtiszteltetés és öröm volt. És nagy lökést adott a baráti nagy lökést körnek, adott gondolom, a továbbiakra. És csinálunk valamit. Így van. Ez 4 millió forintos nyereménnyel járt, amit szerintem legalábbis meg a közvélemény szerint is nagyon hasznosan tudtunk felhasználni. Egy falukemencét építettünk a kultúrház udvarára, amit azóta is rendületlenül használ minden nyugdíjas klub, és hát elég sok összejövetelt tartanak ott. Egy falu önállóságának emlékére állított emléktáblát és csillés emlékművet a falu közepén, és a falu jelképének számító csonka torony makettjét hoztuk létre egy kis szobor formájába itt a fordulónál, ahogy a közben lefordulunk, úgyhogy ez is elég jól zajlott. Ezek már idegenforgalmi látványosságnak számítanak. Tehát nem csak a helyiek számára jelentenek értékteremtést, hanem az idejövők vagy átutazók számára is, nem beszélve a Csíkúti hegyről, ugye, ami így van. Külön élvezettel járhat, ha oda látogat valaki. Nem beszélve arról, hogy nem tudom, hogy tetszik-e emlékezni rá, ha erre járt valamikor, hogy ott micsoda egy dzsumbujos, gazos, nem lehetett kilátni, most meg egy gyönyörű szép tér lett a
Csonkatorony. Igen, tudtam, hogy most egy konkrét program folyik a település és vízrendezésének a megoldására például, tehát árkokat tisztítanak, ingatlanokat sajátítanak, utat építenek. Hogyne. Nagyon sok mindenben fejlődött Csékút. Nagyon örülünk a kerékpárútnak is, bár ugye még nem fejeződött be, de reméljük, hogy azzal együtt a járda is meg lesz, mert az elég rossz állapotban van. És hát fejlődünk, igen. 20 éve nem fejlődtünk annyit, igen, mint most ezzel a közösségi térrel. Igen. Na és hogy ide érjek a közösségi térre, így van. Az pedig úgy zajlott, hogy 2018-ban lett meghirdetve az Ajka 60 programsorozat. És itt a legkiemeltebb feladat a közösségi terek fejlesztése. Ez volt a kitűzött cél. Ugye ez a városfejlesztés törekvése is, hogy minden település részen teremtsék meg a maguk kis milliójét a helyi egyesületek, aktivisták, nyugdíjas körök. Így van. És legyen hol leülni, összejönni, barátkozni, egy vacsorát megrendezni. Így van. Aminek aztán itt most a reális lehetősége meglett. Ebből Csékút még kilógott a sorból. Csékútnak nem volt közösségi tere egyáltalán. És hát nagyon hálásak vagyunk, és nagyon rugalmas is volt az önkormányzat, mert a Schwarz Béla polgármester úr még akkor 2018. október 25-én át is adta ezt a közösségi teret úgy, hogy itt volt egy régi épület, le lett bontva, tereprendezés volt, és megkaptuk a közösségi teret. Ez volt a csírája a mostani helyzetnek, és ugye az hétvégén, jövő hétvégén, mikor beszélgetünk, még ezt kell, hogy mondjuk, avatják föl ezt a közösségi teret. Hány tagja van a baráti könyvnek? Egyébként van egy tagja egyáltalán, vagy hogyan tartják számon a munkáikban bekapcsolódókat, mert hiszen ezek szerint nem egyesület, hanem egy ilyen... Egy baráti kör, igen. Improvizatív társaság. Igen, igen. A Bencseiné Julika az, aki összefogja a baráti kört, a lakosokat. Általában egy körtelefonnal egy 10-20 ember a mag, akit bármire lehet mozgósítani. Most például a teremnek a díszítésére, vagy ha takarítás van, vagy például ugye itt a közösségi teret már úgy is birtokba vettük, hogy egy szép virágos ládát csináltunk raklapokból, megcsináltunk egy nagyon kedves manófát, de hát ugye a virágok gondozásra szorulnak, járunk felváltva öntözni, és hát remélem, hogy a közösségi tér a továbbiakban is így fogja szolgálni a teret. De még, ha megengedi, el szeretném mondani a közösségi térnek a három részét, ami egyrészt a játszótérből áll, ami a végül az Ajka 60 programsorozat nyereménye. És a következő segítség az Ajkai Városszépítők Egyesület részéről jött, akik felajánlották, hogy a Széchenyi 2020 TOP pályázat keretében, hát a mi aktív részvételünkkel, de pályázhatunk a közösségi térre valamilyen, hát ilyen kerti kiülővel, vagy ahol együtt tud lenni a csapat. És ez annak keretében valósult meg. És a Tóth Jóska építette egy nagyon kedves barátunk, aki nagyon szép munkát végzett a szalonna sütővel együtt. Ő egyébként kályha építő mester, és minden egyebet nagyon szépen megcsinál. Így van. És akkor úgy fejlődött tovább a dolog, hogy a polgármester úr elkezdett gondolkozni, hogy igen, ám ez itt minden szép meg jó, de nincs villany, nincs víz, nincs vécézési lehetőség, és hát ezzel a kisháznak a kisajátításával ez a probléma is megoldódott. Ez a kisház mi volt az előtt? Zöldség, hát előtte milyen bolt volt? Élelmiszer volt, zöldséges, igen, és ezt kisajátították. És pont jó helyen volt ezek szerint. Igen. Nyilván azért sajátították ki, mert itt van. Igen. És az is azért belekerült egy kis pénzbe. Most az anyagiakról nagyon ne beszéljünk szerintem, mert ha tévedünk, akkor a számokkal mindig baj van, ezt mondják az újságban. Inkább a lényeg az, hogy most három támogató segítsége, ugye a Városszépítő Egyesület, az önkormányzat és a baráti kör is, valamint hát külső segítői közreműködésével létrejött ez a hely. Mondom, örülnek neki, bár ez egy buta kérdés. Nagyon jók a visszajelzések eddig legalábbis.
Hát a játszótérrel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy amint említettem, először inkább az emlékművekre helyeztük a hangsúlyt, meg ilyen emléktáblákra, ugye, mert nem is volt közösségi terünk. Igen, fontos a múlt megbecsülés, hogy abból lehet kiindulni végül. És akkor érkezett olyan vád, hogy nincsen játszótér. Na most ezt próbáltuk ezzel kiküszöbölni, ha bár sok gyerek nincsen, de igazából reménykedünk abba, hogy ha már játszótér van lehetőség, hát ha vonza egy kicsit a fiatalokat ez is, hogy fiatalodjon, mert nagyon el van öregedve a Csékuti városrész. Milyen rendezvényeket terveznek ide? Elindította-e már a fantáziájukat ez a helyszín, hogy most majd ez lesz, meg az lesz, mint az ősszel, télen, karácsonykor? Hogyne, hogyne. Hát karácsonykor már volt is mindenki karácsonya rendezvényünk. Ugye a fát azt szokás szerint, ahogy az Ajkai Önkormányzat a másik település részekre is, hozzánk is hozott egy nagyon szép fenyőfát, de ugye nem volt villanyunk. De ezt is megoldottuk, a szomszédból kértünk kölcsön, és nagyon szép, úgy nagyon szép fenyőfánk volt, és nagyon szép karácsonyi ünnepünk. És hát majd az avató ünnepségen reményeim szerint a polgármester úr el fogja mondani a jövőbeli terveket, mert hát egyik nagy gond a parkolás, ugye önök is hát ezt... Hát igen, olyan helyre álltam, azt szerintem nem is kéne, mert igazából gyep van vagy fű van, igen. De hát nincs más. Nincs, most. Itt a faluban egyáltalán nincs megoldva a parkolás, és ha sikerrel járunk, akkor parkolónak még itt egy rész ki lesz sajátítva a szomszéd kertből, és talán ez a probléma is megoldódik. És hogy mik a további terveink? Igen. Hát teljesen véletlenül és váratlanul találtunk itt egy furt kutat. Hát ugye most egy vödörrel le van borítva, mert nincsen használva sem, meg hát ezt még további kutatások témája lesz. Igen. Eljárást kíván. Igen, de reméljük, hogy akkor azzal is fogunk tudni valamit kezdeni. Tudnélik, ugye Csékút, kút, igen, nem elengedhetetlen. Igen. Így van, így van. És most a közösségi háza minden infrastruktúra rendelkezésükre, tehát villany van például? Igen, köszönöm most a kérdését. Van. Igen, villany, víz van, de a közművek, a fűtés, a minden vízcsap elfagyva, tehát elég elhanyagolt állapotban volt, de az önkormányzat részéről a Keresztszegi Feri volt, aki ezt felkarolta, és a civil szervezetünknek a segítségére volt ebben, hogy megfelelő szakembert küldött, aki ezt felmérte, és már folyamatban van a javítás, csere, és remélhetőleg a műszaki berendezések is rendben lesznek. Most nem tudom, kivel tudnak együttműködni itt helyben, de például vannak-e itt nyugdíjasok, vagy működik egy nyugdíjas klub, aki ne adj Isten, még ide is szervezhet rendezvényeket. Ezt csak úgy gondolom most, hogy olyan hasonlóba gondolkodnak-e? Gondolkodni gondolkodhatunk, de nem igazán. Nem igazán tartom ezt a jövőben a Csékuti Nyugdíjas Klub megalakulását, mert Padragon van a kultúrházban, aki olyan aktív még csékuti lakos, hogy a nyugdíjas klubra igényt tart, az oda jár. Tehát olyan széles körbe itt nem hiszem, hogy a nyugdíjas klubnak lenne reális lehetősége, hogy egy rendszeres összejövetelt tartanának. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudjuk kihasználni. Soha nem mondta, hogy soha nem lehet tudni, mit nem lehet tudni. Ugye itt a lehetőség meg lesz, akkor már eleve adott, hogy gondolkozzanak rajta, de névnapokat, születésnapokat, rendezvényeket, minden további nélkül. Télen tudják-e fűteni a helyiséget? Megvan az oldva? Folyamatban van a gázkazánnak a cseréje, mert sajnos az sem volt működőképes. Remélhetőleg igen. Csak egy központi fűtés, melegvíz szolgáltatás. Igen, az sem lesz probléma. És még egy fontos dolog, amiről nem tettem említést, hogy ugye említettem, hogy a Csékuti Baráti Körnek nincsen bevétele. Igen. Hát a közüzemi díjakat... Akartam kérdezni, ki fizeti a rezsit? Hát fontos dolog. Ez jó dolog. Szó mostanában. Fontos dolog, igen. Embernek föláll a szőr a hátán, hogy ez van egy rezsi. Jaj. Ez most tehát főleg... ki fizeti a rezsit? Ugye? Igen, az önkormányzat információja szerint a kultúrház fogja ezt üzemeltetni, tehát a Nagy László Művelődési Központ fogja üzemeltetni. Tehát nem a Padragi kultúrházhoz tartozik, nem. Hanem a Nagy László nem. Városi Művelődési Központhoz. Városi Művelődési.
Igen. Nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy itt még nagyon sok összejövetel lesz, aminek az egész falu lakossága örömmel. Igen, hát azt meg evés közül, meg az étvágy, tehát most már az asztalt tálalva mindenki azt tesz fel, amit akar. Így van. Julikát kérdezem, hogy milyen rendezvényeket álmodott ide, mondjuk nem csak egyedül, hanem barátnővel, talán társaival együtt. A Csékuti Baráti Kör tagjait én mozgatom itt a településen. Ha van program, meg nekem mondják meg, mit akarnak. Hát szeretnénk, most az Ági nem foglalkozott, most a pincénkkel. Még pince is van. Pincénk is van. A férfiak most kirámolták és kipucolták. Szeretnénk egy ilyen, hát múzeumot, vagy ami a heggyel kapcsolatos, már már többen... Helytörténeti kiállítás. Igen, jelentették a hegyről, hogy én tudok adni ezt, azt, hordót, prést, egy ilyen kiállítási dolgot, úgyhogy ezt tudom. És akkor igazából tényleg úgy van, mi tagdíjat nem szedünk, de az emberek több, akit megmozgatok, tényleg jönnek segíteni. Jönnek segíteni. Most a legutolsó nagy ilyen projektünk, ami volt, hogy hát a vadak bejárnak a temetőbe. Igen. És mi tavaly... Kerítést. Kerítés. Elkezdtünk adományokat szedni össze, és olyan szépen összejött, hogy nem csak a kerítés lett megcsinálva, nem csak a kerítés mögötti része, hanem a halottasházra tettünk föl ereszcsatornát. Most meg még maradt egy kicsi pénz, és még gyűjtünk hozzá, járólapoztatni akarjuk a halottasházat. Úgyhogy magunktól csináljuk ezeket, és igazából a helybeliek és az elszármazottak. Ahogy az Ági mondta, hogy itt, amit csináltunk, akár a Csonkatorony emlékművet, amit a Varga Gyurinak nagyon sokat köszönhetünk, meg itt a többi terveket, amit a Gyuri, és meg az Gyurinak is az a sok ismerős, aki régen itt élt a faluba. Mi is, aki itt éltek, de már Budapesten, Pakson, Veszprémbe, Győrbe, és kapjuk az adományokat. Tessék el. A Kopjafa emlékhelynél is a Varga Gyuréknak nagy szerepe volt. Igen. Úgyhogy lényeg az, hogy itt a helyek úgy látom megbecsülik a környezetüket, és szívesen tesznek is érte, nem csak megbecsülik. Úgyhogy és sokan mondják, na, megkerestek más településről is, hogy csináljuk mi ezt a gyűjtést minden. Hát ők ilyen nem tudnának megcsinálni. Tessék el hinni, hogy nekünk itt minden gyűjtésből van, mindenből le van. Ez egyfajta bizalom kérdése. Na igen, erről beszéltünk. Odaadom pénzet, akiről tudom, hogy jó fogja felhasználni. Mert nem, és arra fogja felhasználni. Kérdezték tőlem, hogy nem adok átvételét, mondom. Listán rajt van, nincs. Az elszámolást mindig megcsinálja. Igen, lesz, van egy dossziénk, de akármilyen részt csináltunk itten. Van egy dosszi, kik adtak, mennyit adtak, le van zárva, minden, bárki megnézheti. Tényleg, úgyhogy tényleg adományokból dolgozunk. Adományok is. És akkor is. Helyi összefogásnak ön szerint ez a hely milyen lendületet adhat? Szerintem jó, mert már most kerestek meg már, hogy Joli, ide jöhetünk-e, mikor lesz rendezvény, mi a következő. Mondom, legyen meg az átadás, igen. Aztán utána. Utána szabadon mindenki fantáziálhat, tehát bizonyos keretek között, akkor ezek szerint bárki igénybe veheti. Persze. Ha igényli, családi rendezvényekre is, születésnapokra, hogy tetszett mondani, névnapokra, egyebekre. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes Áginak volt az ötlete, ez a virágos kert, meg a manófa, úgyhogy ez nagyon férjem megalkotója volt. Tehát akkor nem csak jó, hasznos, hanem szép is ez a hely. Igen. És még szebb is lehet. És a virágokat is úgy szedtük össze, hogy gyerekek ültetés van, ki mennyit tud hozni. Úgyhogy tényleg így. Összefogás. És nem volt gond belőle, tényleg nem volt. Nem, úgyhogy templomban, hát az Ágit azt elmondtad, az adventi sokat csinál, tizet. Hát voltak előzmények, persze, Biblia kiállítás. Légüres térbe került ez a közösségi tér és közösségi ház, igen, folytat, jobb körülmények között. Igen. Na, nagyon örülünk neki.